Köszöntöm Önöket, köszönöm a meghívást Imolának, és nagyon örülök, hogy én is kaptam egy lehetőséget, hogy Önökhöz valamilyen módon csatlakozzak, és egy új témát hozzak be. Én alapvetően közgazdász vagyok, ami egy kakukktojás itt a pedagógia, pszichológia karon, de a Tudásmenedzsment Intézetben van egy törekvés arra, hogy különböző tudományterületek is szót kapjanak, lehetőséget, hogy megosztjuk egymással a tudásunkat, gondolatainkat, vagy a különböző nézőpontokat. Én egyébként gazdaságpszichológiát tanultam a doktori tanulmányaim kapcsán, tehát alapvetően közel áll hozzám az emberi oldal. Humán erőforrás menedzserként is dolgoztam, és utána kezdtem el tanítani az egyetemi szférába. Elég sok, most nem a kutatási témámmal jöttem, alapvetően az egy HR-es területen kompetencia menedzsmentet, kompetencia elvárásokat vizsgáltam, hogy mit várnak el a cégek, de én úgy gondoltam, hogy ma egy könnyedebb témával jövök Önökhez. Szoktam tanítani kommunikációt, konfliktusmenedzsmentet, az egyéb ilyen szaktantárgyaim mellett. Úgyhogy az ilyen kommunikációs kurzusomból próbáltam egy ilyen zanzásított válogatást, vagy egy ilyen Önökhöz illő válogatást összegyűjteni. Remélem, hogy hasznosnak tartják és érdekesnek fogják tartani az előadást. Na hát egy kicsit azért tudományos körből induljunk. Alapvetően, ha kommunikáció elméletekről beszélünk, akkor ez egy nagyon nehezen, vagy hát nem is körülhatárolható szakterület, vagy tudományterület. Talán jobb az a szó, amit ott fönt látszik a dia tetején, hogy a tudomány áldozat kereszteződésében van. Alapvetően, ha így az elméleti hagyományokat nézzük, nagyon különböző irányokba gondolkodtak a tudósok a kommunikációról. Rengeteg empirikus kutatás, amelyek egyébként külön-külön tudományterületekként nőtték ki magukat. Nagyon sok empirikus kutatást lehet ebbe a témakörbe találni. Ezt én így elkezdtem írni, de valójában nem lenne elég díja, hogy ezt végig soroljuk. A pszichológia, a szociálpszichológia, most már a gazdaságpszichológia, meg a gazdaságszociológia területén is egyre több olyan empirikus eredmény lát, vagy kutatás történik, ami a kommunikációhoz valamilyen módon kapcsolódik. Gyakorlatilag a mindennapjaink része, nem csak a hétköznapi értelemben, hanem a munkavilágában is minden tekintetben, a szervezetek belső és külső kommunikációjában nagyon fontos szerepet kap az, hogy ezt a tevékenységet hatékonyan, jól, eredményesen tudják csinálni, és ez nagyon sok kutatás kapcsolódik. És hát van még egy harmadik ilyen láb is, nagyon sok ilyen értelmező modellt találunk, aminek alapvetően az a célja, hogy próbálja a mindennapi működésünket mindenképpen leírni, hogy hogyan működik a kommunikáció, segítsen ezt egyszerűen megérteni, hogy milyen összefüggések vannak, hasznos legyen a mindennapokban, hasznos legyen a mindennapi munkánkban, vagy magánéletünkben, és eredményesebben tudjunk kommunikálni ezzel. Én inkább erről az oldalról közelítenék, és hát nagyon sok olyan modell van, itt se tudnám egy diára összerakni a sokat, ebből válogatva egy-két ilyen modellt én alapvetően abból a nézőpontból próbálom ezeket a modelleket inkább most megnézni, hogy mit tanulhatunk belőle, melyik az a modell, ami jobban segít megérteni azt, hogy hol csúszhat el egy kommunikáció, hogy csinálhatjuk jobban, milyen nehézséges problémák adódnak ezzel, és hogyan javíthatjuk ezt valójában. Ha itt ezt a kis vicces vagy jópofa kis ábrát, ha fönt megnézik, én alapvetően egyébként azt, bocsánat, szeretném kiemelni, hogy a mai előadáson az interpersonális, tehát a személyek közötti kommunikációba, személyes találkozáson alapuló kommunikációról szeretnék beszélni, és ezekre a helyzetekre vonatkozó tanulságokat, érdekességeket, vagy háttérismereteket összegyűjteni. Ha ezt az ábrát nézzük, akkor azért alapvetően azért tanulságos, mert hogy ott két ember beszélget, akik között van egy üzenet, ugye a borítékba megy át valamilyen tartalom, de hogy
ennél sokkal több van ezen az ábrán, és sokkal több van benne egy ilyen személyközi kommunikációs kapcsolatban is. Ugye kapcsolódunk valahogy egymáshoz, mindenkinek vannak háttérismeretei, amik különbözőek, ezek ugye megint nehezítik azt, hogy egymással megértsük egymást. Tehát igazából érzelmek vannak benne, tehát ez látszik, hogy ebből a kis ábrából, hogy alapvetően a személyközi kommunikáció nem tehető egyenlővé az információ áramlással, tehát az információ átadással, hanem annál sokkal több. Tehát valami olyan modellt kell találnunk, ami ezeknek a rejtett dimenzióknak a megértését is segítheti. No, én azt gondolom azért, hogy az itt felsorolt modellekből, mindegyikből tanulhatunk valamit, ha tovább szeretnénk lépni. Ez ugye egy kicsit ilyen időrendi sorrendben is van, ahogy megjelentek ezek a modellek. Kezdetben inkább egy ilyen egyirányú, tényleg információ átadásként fogalmazottak meg a modellekben ezek a tanulságok. Ez a Berlo modell például azt emeli ki, hogy ugye a kommunikációban van egy küldő, meg egy befogadó, aki fogadja az üzenetet, és ennek a kódolásnak és a dekódolásnak a személyes vonatkozásait, folyamatáról ad nekünk több információt. Ez a lövedék elmélet egy elég szemléletes elnevezés, alapvetően egyébként a marketing területén tapasztalható ennek a használata. Annyival több, hogy ez is egy küldő üzenet, még berakott ebbe a modellbe egy csatornát is, mert ugye különböző platformokon találkozhatunk a befogadóval, ami lehet a személyes kapcsolat, vagy lehet akár a tömegkommunikáció valamilyen eszköze. De a legfontosabb, vagy a legérdekesebb ebben a modellben, hogy azt is méri a végén, hogy elértük-e azt a hatást, amit szerettünk volna, mert ugye minden kommunikációnak van valami célja, tehát szeretnénk elérni, és ennek a mérése is megtörténik a végén. Úgyhogy ennek az alkalmazása során a reklámvilágban, a mai marketing területén nagyon sok tapasztalatot láthatunk, amit ugyanúgy beépíthetünk a saját tapasztalatainkban, ahol szeretnénk meggyőzőbben kommunikálni. A következő modell egy ilyen körkörös kölcsönhatásra épülő modell, ami már azt hangsúlyozza ki, és itt egy fontos tovább lépés volt az elméletekben, hogy a kommunikáció már kölcsönös, tehát én, amikor egy üzenetet küldök a másiknak, arra kapok egy visszacsatolást, és ezek így egymásra hatással vannak, és elindul egy ilyen körkörös folyamat, és igazából nem értelmezhetőek külön ezek az üzenetek, hanem csak ebbe a folyamatába, az egymás reakcióiba. Jó, van egy ilyen mögöttes, rejtett közlésről szóló kettős kötés elmélet, ami a metakommunikációra hívja fel a figyelmet, ami azt jelenti, hogy ugye a szavak mögött mindig találunk valami mögöttes tartalmat, amit elsősorban a testbeszédünk, a nonverbális jelek sugallnak, ezekből hogyan tudunk olvasni, tanulni. A mai előadásban is belemeltem Bernek a tranzakcióanalízis elméletét, ami az emberi kapcsolatokról szól, mert ugye azt mondjuk, hogy a kommunikáció nagyon erősen összekötődik a kapcsolatokkal, mert hát a kommunikációnk révén alakítjuk a kapcsolatainkat, tehát minél jobban megértjük, hogy viszonyulhatunk egymáshoz, hogy alakítjuk a kapcsolatainkat, annál inkább közelebb lehetünk ahhoz, hogy hogyan kommunikálunk. Az érdekérvényesítés a kommunikációban szintén egy fontos kitétel, ugye mindig el szeretnénk valamit érni az asszertív, agresszív, passzív kommunikációnak a leírásával. Ehhez jutunk közelebb. És hát van egy, amit utolsónak írtam, egy ilyen rendszerező modell, amit én gyakorlatilag egyébként a mai előadásomnak a témájaként választottam. Azért szeretem ezt a modellt, mert azt látszik benne, vagy az érezhető benne, hogy gyakorlatilag ezeket a korábbi más elméleteket integrálva egy közös keretrendszerbe összegyűjti, egységes rendszerbe rakja, és ilyen szempontból azt gondolom, hogy láthatóvá teszi ezeket az újabb és újabb dimenziókat, amik bekerültek ezekbe a modellekbe. Jó, Friedman Schulz von Thun, egy német, nagyon népszerű pszichológus, aki a Hamburgi Egyetem professzoraként dolgozott nagyon sokáig Németországban, nagyon elismert, ez az interpersonális kommunikációról írt művei.
és az elméletei. Nálunk egy könyvét, én még egy könyvével találkoztam csak a hazai fordít, vagy magyar fordításban, az a címe, hogy a kommunikáció zavarai és feloldásuk, gyakorlatilag erre a könyvre, vagy ennek a gondolatmenetére épült a mai bemutatásom is. Jó, ez egy négydimenziós kommunikációs modell, tehát azokat a dimenziókat, amikkel érdemes foglalkozni a kommunikációban, négy kategóriába sorolja. Nagyon sokszor, vagy hát ilyen hétköznapi nyelven ezt a négy fül modellt használhatjuk erre a modellre. Arról szól gyakorlatilag alapvetően, hogy amikor valakinek a beszédét hallgatjuk, vagy valakinek a kommunikációját megpróbáljuk dekódolni, akkor ilyen szemléletesen négy füllel hallgatunk. Jó, ezt mindjárt átveszünk, és gyakorlatilag ebbe a négy dimenzióba fogjuk a mai előadáson átvenni azt, hogy hol milyen hiba lehetőségek, kódolási, dekódolási hiba lehetőségek vannak, mit tanulhatunk belőle, hogy építhetjük be ezt a mindennapokba. Úgyhogy egy ilyen kis csokrot hoztam önöknek ebbe a négy kategóriába gyűjtve. Elmélet, gyakorlat, hogy köthetjük ezt össze a tapasztalatainkból merítkezve, hogy hol találhatjuk meg azt a hátteret, hogy jobban megértsük ezeket a saját élményeinket. Alapvetően egy ilyen kis gyűjteményt állítottam össze. Tehát személyközi kommunikáció, ezt már így kiírtuk, és hát én elsősorban munkahelyi szituációkhoz kapcsolódó példákat szeretnék mondani, állásinterjú, prezentáció, ami talán önök számára is könnyebben, vagy hát jobban ráláthatunk a mindennapok szintjén. Na nézzük akkor ezt a modellt, hogy hogy néz ki. Ugye arról szól az az alapvető gondolata, hogy a beszélgetésben négy füllel figyelünk. Mi az a négy fül? Azt mondja az egyik, a sárga, hogyan beszél velem, mit gondol rólam. Igaz? Tehát van egy ilyen reflexió arra, hogy rólam mit gondolhat. Hogy van a másik, mi van vele? Tehát foglalkozunk azzal is, hogy a másik hogy gondolkodik. Mit értettem meg tartalmilag? Ugye ez az információs fülünk. És a negyedik, mit kell gondolnom, éreznem, tennem annak függvényében, amit a másik mondott, tehát mire akar engem rávenni valójában. Jó, itt hoztam egy-két példát, ez az első, zöld a lámpa, című gondolat Schulz von Thunnak az első ilyen szemléletes példája a könyvében. Azt a helyzetet képzeljük el, egy házaspár a reggeli dugóban ül az autóban, és a hölgy ül a kormánynál. A férfi pedig ezt mondja, hogy zöld a lámpa. Na hát ki milyen fülön értelmezni ezt a mondatot? Tartalmi szinten szoktuk ezt venni? Hát azt gondolom, hogy talán a legritkább esetben. Szólhat ez arról, hogy a párom nagyon siet, és szeretné, ha minél előbb indulnánk. Lehet ez egy felszólító füllel hallgatni, hogy indulj már, nyom már meg a gázt. Meg hát bizony lehet abban a kategóriában is, hogy úgy látom, segítségre van szükséged, nélkülem nem tudod ezt megcsinálni, hát ez a kapcsolati fülön lehet egy üzenet. Ha azt mondjuk, hogy sok idő telt el azóta, hogy találkoztunk, egy tével többet írtam, ha valakinek ezt mondom, ez is több fülön értelmezhető. Mondhatom azt, hogy hát azért, mert hiányoztál, tehát így magamról küldök valamit, vagy küldök neki, hogy hát, bocsánat, ez egy kapcsolati fül. Mondhatom azt, hogy lehet az az üzenet, hogy aggódtam érted, ez ugye magamról küld egy üzenetet. Vagy lehet egy felszólító fülön értelmezni, hogy szeretném, ha többet találkoznánk, és minél hamarabb jönnénk. Egy próbafülkében azt mondja az eladó önöknek, amikor fölpróbálnak egy új ruhát, hogy ez a ruha jól áll önnek. Rögtön arra gyanakszunk, hogy persze, csak azért mondja, hogy megvegyem a ruhát, igaz? Ugye a kapcsolati fülön felszólító módon fülön is rögtön észreveszük ezt az üzenetet. Az állásinterjúhoz kapcsolódva, hogy én első pályakezdőket tanítok, náluk szokott fölmerülni az a mondat, hogy ez egy kicsit ilyen provokatív. Fiatalokból manapság hiányzik az ambíció, ön tud kitartóan dolgozni?
Hát elég gonosz ezt így, nem? Tehát, hogy rögtön véleményt mondok a másikról, vajon most mit akar, hogy bizonyítsam, vagy már egyből arra következtetek, hogy fú, hát itt nem lenne jó együtt dolgozni ezzel az interjúztató, vagy ennél a cégnél, ahol így gondolkodnak a fiatalokról. Igaz, nagyon sokféleképpen értelmezhetjük, és attól függően, hogy hogy értelmezzük, ugye más az, ahogy reagálunk végül is erre a mondandóra. Ha egy vezető a beosztottjától egyik reggel megkérdezi, hogy te hol van ez a jelentés, amit tegnap kértem tőled, hát lehet, hogy ő csak a munkáról és a feladatról szeretett volna beszélni, de hát nagyon sokan hirtelen pánikba esnénk ettől a mondattól, hogy hú, akkor most mit gondol rólam, vajon milyen a mi kapcsolatunk, hogy fogja értékelni a munkámat egy fél évvel később, hogyha ezzel nem volt készültem el időbe. Jó, honnan olvassuk ki azt, hogy végül is mit mondott a másik, melyik fülön kell értelmeznünk, vagy honnan vesszük ki ezeket a plusz információkat, hogy most vajon arra akart rávenni, hogy induljak el a lámpánál, vagy a kapcsolatunkról szól ez a beszélgetés, ami elhangzott. Ugye milyen jelekből építkezhetünk, amikor erről próbálunk közelebb, vagy erről közelebb próbálunk ehhez kerülni. Egyrészt ugye vannak verbális és nonverbális kommunikációs jelek, amiből építkezünk, amiből megpróbáljuk kiolvasni, hogy vajon a másik valójában mit szeretett volna nekem mondani. A beszéd, a szóhasználat, hogy mennyire fontos, nem tudom, ez most annyira élő, hogy ezt úgy gondoltam, megosztam önökkel, biztos itt is vannak unokák közé, nagyobbik lányom például a minap tájékoztatott arról, hogy azt a szót, hogy menő, már nem illik használni, tehát ez már nem menő, és mondom, mit kell helyette mondani? Hát mondjuk az, hogy bomba. Úgyhogy nem tudom, ezzel is tovább lehet menni. Nyilvánvalóan különböző közegekben más szóhasználatokkal érdemes dolgozni, hogy érthetőek legyünk, a szaknyelv használata is nyilván átgondolandó, hogy hol milyen szakszavakat és milyen módon lehet használni. A relevancia, hogy odaillő dolgokat mondjunk, az például erre leginkább azt szokott eszembe jutni, hogy ugye kommunikáció az is, hogy kérdezünk, meg próbálunk minden jobban megérteni a másiknak a gondolatait, és hát nem tudom, hogy önök hogy tapasztalják, szerintem kérdezni nagyon-nagyon nehéz. Leginkább az benne a nehéz, hogy olyan releváns kérdést tegyünk föl, ami a másiknak is izgalmas, és ebből tényleg elindul egy érdekes kommunikáció sok érdekes tartalommal. Jó, és akkor ott van a nonverbális kommunikáció, ami ugye azért fontos, mert hogy ez minősíti, árnyalja a mondatokat, tehát ha én most önök felé mosolyogva mondom az előadásomat, vagy folyamatosan hátra vagyok, vagy beállok a pulpitus mögé, ezeknek mind ugye ilyen másodlagos üzenetei vannak. Az arckifejezéssel, testbeszéddel nagyon sok ilyen üzenetet küldhetünk, hogy ezt most komolyan gondoltuk, vagy ilyen szarkasztikusan kell érteni, amit mondunk. Igen. Hát... Mit szerettem volna mondani? Jó, tegyünk egy kis szavazást. Önök szerint ezek a verbális és a nonverbális jelek milyen arányban vannak egymáshoz képest? Melyik számít jobban? Tegye föl a kezét az, aki szerint a verbális kommunikáció, tehát az elhangzott szavak a döntőek. Aha, úgy körülbelül a fele, vagy több, mint a fele. Ki az, aki szerint akkor a nonverbális jelent többet. Oké, csináljunk százalékokat. Ki az, aki szerint mondjuk 60% a nonverbális arányra? Oké, 70. Már fogy. 80. Már nincs senki? Akkor már 90-et ne is mondjam. Hát? Szerintem attól is függ, hogy kivel beszélünk. Attól is függ, hogy kivel beszélünk? Aha. Hát, biztos. Aha, lehetséges, ezen elgondolkozhatunk. Én nem mondom, hogy ezt pontosan meg lehet mérni, de ha kinyitnak akárhány szakkönyvet, 7-10%-nál többet nem adnak a szavaknak. Hát ez elég kemény. Ami ugye arról szól, hogy ezek szerint ezeknek a nonverbális jeleknek óriási a szerepük. Azért azt hozzátenném itt a vokalitás, tehát a hangzás, hogy milyen hangon beszélünk, ugye a hangunkból is tükröződik, hogy izgulunk, vagy magabiztosak vagyunk, vagy milyen állapotban vagyunk, tehát abból is nagyon sok mindent ki lehet olvasni.
az azért 38%, tehát az is nagyon sok, de a testbeszéd és minden más egyéb pedig még mindig elviszi több, mint a felét. Hát ugye pont azért, mert ezekre nem olyan nyitottak a füleink, tehát nem vagyunk annyira tudatosan ezekkel a nonverbális jeleknek az olvasásával, pont ezért tulajdonítunk nekik nagyobb szerepet, mert azt gondoljuk, hogy őszintébbek azok az üzenetek, amit így leolvasunk a másiknak a viselkedéséről, működéséről, és ezért tartjuk ezeket fontosabbnak. Hát itt egy-két apró példát. Amikor még így ülnek be a diákok az órámra, akkor nagyon örülök, mert ez a figyelő álláspont, de egy pillanat alatt így lecsúszik az egész feje, és akkor már egészen másképp tartunk. Ez egy jó példa erre a hölgyre, hogy hát azért ellentétesek lehetnek a kommunikációnk, mert kedves, ránk néz, mosolyog, azt gondoljuk, hogy kíváncsi arra, hogy mit mondunk, de közben ez a szájátakarás, ez igazából egy ellentétes üzenet, mert pont arról szól, hogy valamit nem mondok ki. Jó, vannak ilyen negatív jelek, amikkel érdemes jobb füllel, nyitott füllel állni. Hogy ki mennyire tartja fontosnak azt a tárgyalást, amiről itt szó van, azt ugye érezzük, vagy könnyen leolvassuk. Akár az első találkozáskor, amikor kezet fogunk egymással, már abból is nagyon sok mindent leolvashatunk, hogy mit lehet elolvasni? Itt ez a készfogás, ez így mutat. Mennyire határozott? Aha, például a határozottság. Van különbség a között, hogyha valaki így nyújt kezet, vagy hogyha így függőlegesen? Mi a különbség? Aha, tehát ez egy ilyen fölé rendeltséget mutat. Én úgy behódolok neki, akkor hát egy üzleti tárgyalással ne ülhetünk beszélgetni, de hát nem sok értelme van, mert úgyis az lesz, amit a másik akar. Az egyenrangú készfogás az függőlegesen történik, és függőlegesen rázzuk meg egymással a kezet, tehát ez is egy nagyon fontos üzenet, ami a kapcsolatra vonatkozik. Jó, hát összefoglalva tehát akkor ez a négy fül, ez a négy tartalom, amire figyelnünk kell, vagy amivel foglalkoznunk kell, az első az a tárgyi tartalom, így balra megyünk, a második az én üzeneti szint, hogy milyen üzenetet küldök magamról, ugye miközben valaki beszél, közben figyeljük őt, és próbálunk egy képet alakítani róla, igaz? Tehát lehet tudatosan gondolkodni arról, hogy én vajon milyen képet küldök magamról, meg lehet tudattalanul is ezzel nem foglalkozni, de akkor is történik egy jellemzés a másik oldalon. Jó, van egy kapcsolati szint, hogy hogyan vagyunk mi egymással, miközben beszélünk, a sorok között így játsszuk le a meccset, hogy hogyan vagyunk mi is egymáshoz képest. És van egy felszólító szint, hogy mi az, amire rá akar venni. Ha ezt nem mondja ki nyíltan, akkor is keressük ezt az üzenetet a sorok között, igaz? Jó, hát a legfontosabb mondandó szerint, amit ki szeretnék emelni, vagy amit ez a modell szerintem üzen a mi számunkra, hogy a kommunikációs üzenet egyszerre tartalmazza mind a négy szintet, tehát egyiket se hagyhatjuk figyelmen kívül, még akkor is, ha ez nem minden esetben nyilvánvaló, mert hogy kevésbé van erre fülünk, vagy kevésbé tudatosan foglalkozunk ezzel, úgyhogy az lehet a tovább lépés, hogy hogyan tudunk ezzel egy kicsit ügyesebben figyelni, tudatosabban gondolkodni. Jó, ez a gondolat kiterjeszthető egyébként a teljes kommunikációra, ugye ahol van egy küldőnk, meg van egy befogadónk, a befogadó négy füllel figyel, akkor nekem küldőként mind a négy dimenzióba át kell gondolnom előre tudatosan, hogy mit is szeretnék üzenni a másiknak. Az első, ez a tartalmi fül, ugye azért szeretnénk egy információt jól átadni, hogy ennek mentén azt szeretném, ha átgondolnánk, hogy hogyan történik a dekódolás, tehát az üzeneteknek, az információknak az értelmezése a másik oldalon, és ha ezen a folyamaton végigmegyünk, figyelem, észlelés, értelmezés, emlékezés, akkor azt gondolom, hogy következtetéseket tudunk levonni, hogy mit lehet ezen javítani. Jó, hát az első nagyon fontos kérdés, hogy figyele a másik ránk, hát ez a mai világban egy különösen nehéz dolog. Ugye a figyelem alapvetően egy éber állapotot jelent, ami energiákat igényel. Hát, ugye amikor odafigyelünk, Binci Matkó, figyelj, figyelj, gondolj, gondolj, hát ez fárasztó. Hát ezt nem lehet egész nap reggeltől estig csinálni, úgyhogy alapvetően az az alapelv a hozzáállásunkban, hogy próbálunk ezzel takarékoskodni. Ugye mire figyelünk oda? Hát nap mint nap folyamatosan próbálják elvonni a figyelmünket mindenhol. Hát egyre tudatosabban kell figyelnünk arra, hogy mire vagyunk hajlandók energiát fordítani, és mire nem.
ugye elindult egy ilyen harc a figyelemért, hogy kire figyelünk, hát ebbe, ugye, ha az interpersonális kommunikációban nézzük, hát próbálunk a jó emberekre, a szakértőkre, a hiteles erőforrásokra, de alapvetően mindig van egy ilyen kezdeti gyanakvás a másikkal szemben, hogy elfogadjam, vagy ne fogadjam azt, amit ő mond. És hát azt is kell tudni, hogyha a személyközi kommunikációról beszélünk, hogy alapvetően a kommunikáció során megoszlik. Tehát amikor én beszélek valakihez, akkor ő, neki a másik oldalon két feladat van. Az egyik, hogy értelmezze azt, amit én mondok, meg hát kezd gondolkozni azon, hogy mit fog erre reagálni. Tehát neki megoszlik a gondolkodása. Jó, de amit még nem emeltem ki, pedig ez a legfontosabb, hogy a figyelmünk alapvetően szelektív. Jó, arra figyelünk, ami számunkra fontos. Ugye, amikor olvasunk a könyvbe, minden homályos, az éles, amire oda nézünk. Van ez a koktélparti jelenség, hogy elmegyünk egy ilyen összejövetelre, nagyon sokan vannak ott, fiataloknál él talán inkább, amikor még a párválasztás időszaka van, aki nekem fontos, arról mindent el tudok mondani, hogy mit csinált azon a nap, azon az estén, mindenki más meg elhomályosodik mellette. Jó, tehát, hogy hova figyelünk, ez egy nagyon fontos dolog. Tehát először is meg kell keresnünk azt a pontot, kapcsolódást, ami a másikat is érdekli, és akkor tudunk egyáltalán kapcsolatba kerülni egymással. Aztán vannak ilyen észlelési hibáink, tehát csak tisztán az információt nézem, ott is történik egy csomó hibaforrás. Ha azt ott megnézik, ott van egy ilyen fehér háromszög, amit úgy odarajzol a szemünk, pedig nincs ott. Jó, ez így van az ilyen szubjektívebb információkkal is. Egy munkai szituációt próbálunk megítélni, megérteni, ott sincs teljes információk, kiegészítjük azokat az lukakat, amiket mi hiányosnak érzünk, és az alapján mondunk hitelet. Tehát nyilván mindenki mással fogja kiegészíteni. A narancssárga köröket kéne nézni, milyenek egymáshoz képest. Hát, itt már tanult emberek lehetnek, ugye ez egy ilyen optikai csalódás. Ugye a jobb oldalit nagyobbnak látjuk, de valójában egyforma a két narancssárga kör, ami arról szól, hogy nem mindegy, hogy milyen keretbe rakunk valamit. Jó, állásinterjú helyzetben egy nagyon nehéz szituáció szokott lenni az, amikor megkérdezi mondjuk az interjúztató, egy ilyen tipikus kérdés szokott lenni, nem tudom, hogy jó-e vagy nem, azzal vitatkoznék, hogy mondja magáról három jó és három rossz tulajdonságot, vagy meséljen el egy siker élményét és egy kudarcát is. Ugye a pozitívat szívesen mondjuk, de a másik oldalt, hát mégiscsak azért jöttem ide, hogy jó színbe tüntessem fel magam, és meggyőzzem a másikat, hogy velem érdemes együtt dolgozni, és akkor így a negatívumokat kellemetlen előhozni. Én azt gondolom, hogy ezt be lehet keretezni. A minden sportoló, aki megnyert valami érmet, arról számol be, hogy a hibái fontosak voltak, tehát a kudarcok is fontosak voltak az életében, mert abból egy csomó mindent lehetett tanulni. Hát ez egy keret, nem? Mit tanultam belőle, és milyen ereje van, mert az az igazi megküzdési tapasztalat. Vagy a negatív tulajdonságokat be lehet abba a keretbe rakni, hogy valójában nincsenek jó meg rossz tulajdonságaink. Vannak bizonyos jellemzőink, ami egyes munkakörökben praktikus, máshol meg nem praktikus. Hát bizony, ha én nem vagyok egy ilyen nagyon precíz típus, akkor ne tessék rám bízni a könyvelést, mert azzal senki se fog jól járni. Igaz? Tehát valamilyen keretbe rakjuk. Jó, az már ide kapcsolódik. Ezt is ismerik már? Jó, hát akkor mindenki másképp látja. Tehát el kell magyarázni a saját nézőpontunkat, gondolatunkat. Jó, hát ez egy tanult társaság. Ezt is ismerik, azt a gondolatot? Jó, megyünk tovább, ugye az jelek értelmezésére, a gondolkodásunkat mi jellemzi. Ugye, amikor értelmezzük a jeleket, meg próbálunk belőle saját gondolatokat csiholni, akkor az értelmi és az érzelmi agyunk együtt dolgozik. Tehát igazából nincs külön, nincs olyan, hogy csak az egyik vagy a másik agy részünk dolgozik ezen. De az megfigyelhető, hogy különböző helyzetekben az egyik vagy a másik erősebben, intenzívebben dolgozik. Jó, van egy ilyen tudatos gondolkodási működés, amikor az értelmi agyunk gondolkodik inkább, vagy dominál a döntéseinknél, és van egy olyan működés, amit automatikusnak hívunk, ahol inkább az érzelmi agyunk dominál a döntéseknél. Jó, ezt valahol főútnak és mellékútnak hívják. Mi a különbség a kettő között?
A tudatos gondolkodásban ugye az értelmi agyunk dolgozik, az ahomi lassú, fárasztó energiát igényel. Ilyenkor számba vesszük, megpróbálunk begyűjteni minél több információt, mellette ellene szóló érveket is, és az alapján hozzuk meg a döntést. A másik oldalon pedig megpróbálunk takarékoskodni az energiáinkkal, ez egy gyorsabb döntést hozni, tehát ilyenkor nem kezdünk el minden információt begyűjteni, hanem egy kicsit, mint az intuíciónk alapján, vagy a rutinok alapján, vagy egy bevált séma, megoldási metódus szerint hozzuk a döntéseket, hogy mit gondolunk róla. Itt történik az érzelmek észlelése is, és a személy észlelés, tehát amikor valaki, arról próbálunk dönteni, hogy a másik milyen ember, akkor is ezen a csatornán működünk. Vagy egy kicsit élőbbé váljon ez a dolog. Ha autót vásárolnak, autót szeretnének venni, és bemennek egy üzletbe egy ilyen autókereskedőhöz. Önök milyen gondolkodási séma szerint választanának autót? Tudatosan? Mert hogy ez egy nagy összeg. Mindenki? Uh-huh. Aha, hát azért nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ez szerint választana. Nem biztos. Hát, én mondjuk, ha bemennénk egy ilyen ügynökséghez, és akkor elkezdenék nekem a teszteket mutogatni, hogy hasonlítjuk össze az autókat, meg melyik milyen paraméter, annyi van már, hogy ez követhetetlen. Nem tudom, hogy tényleg mindenki átlátja, és tud-e ez alapján racionális döntést hozni, mert szerintem egyre nehezebb. Hát én inkább a férjemmel megyek, mert neki van egy jó megoldás, hogy már eldöntötte, végigrágta az ő, mint referencia személy, az ő döntésében megbízok. Van, aki egyedül akar dönteni, hát nem tudunk ennyi paramétert összehasonlítani, amelyik jobban tetszik, amelyik kényelmesebb, amelyik praktikusabbnak tűnik, vagy kiválasztja azokat a szempontokat, ami a számára legfontosabb. A sarkon van egy szerviz, milyen autót tud javítani, akkor ott gyorsan meg tudom oldani, hogyha valami gond van vele, akkor azt szerint választok. Tehát lehet, hogy megpróbáljuk leegyszerűsíteni a döntéseket. Ha megnézzük az autóreklámokat egyébként, melyik oldalon próbálnak ránk hatással lenni? Hát itt az érzelmeinkre próbálnak hatni, igaz? Nem kezdik el felsorolni a reklámok az alapvetőeket. Tehát igazából mind a kettőben van, valaki ez szerint dönt, valaki azt szerint dönt. Jó, hogy lehet tudni, hogy akivel én éppen kapcsolódni akarok, az vajon arról a témáról, amit én mondok neki, hol fog dönteni? Hát erről is érdemes egy kicsit megkeresni a gondolatot, vagy megkeresni ezt a kapcsolódást, hogy vajon a másiknak, mert ugye más mennyiségű információt és más jellegű információt fogok beletenni mondjuk a prezentációmba. Igaz? Más adatokat fogok hozzátenni. Jó, aztán szeretnénk emlékezetesek is maradni, egy prezentáció után, vagy egy állásinterjú után, hát pláne, igaz? Szeretnénk, hogyha kimentem az állásinterjúról, akkor utána az interjúztató felírna rólam egy-két nagyon fontos dolgot, hogy miért érdemes velem együtt dolgozni, és emlékezni fog erre, hogy tőlem mit hallott. Hogy lehet elérni, hogy emlékezetesek maradjunk? Hát teljesen egyszerű, ugye a tanulás is ezzel jár, ismétlés, tudás édesanyja, tehát ismételni. A rövid távú memóriába úgy lehet bekerülni a hosszú távú memóriába, ha ismételjük. Most egy állásinterjún álljak oda, hogy kedves hölgyem, velem azért érdemes együtt dolgozni, mert én nagyon precíz vagyok. És akkor ezt még elmondom. Így csurkolom, mint a papagáj. Hát nyilvánvalóan nem ezt ajánlanám, ennél egy kicsit könnyedebben érdemes ezt megtenni, vagy kreatívabban. Nem mindig ezt a szó, tehát ki is kell mondani, hogy én precíz vagyok, de érdemes egy munkatapasztalatot hozzátenni, hogy milyen helyzetekben segített engem ez a tulajdonság, tehát egy saját problémát, helyzetet, amit én megoldottam, vagy munkakört, amiben sikeres voltam, saját példákat hozni rá, és ezzel tudom kreatívan ismételni. Vagy egy üzleti tárgyaláson, ahol a termékemnek a legfontosabb jellemzőit szeretném, a három legfontosabb jellemzőjét, hogy megegyezzék, akkor ezt bemutatom táblázattal, példával, egy referenciával. Tehát ez az ismétlés, ez egy nagyon fontos dolog, ami számunkra fontos, és szeretnénk, hogy megegyezze. Aztán van egy másik nagyon fontos szempont, amit figyelembe kell vennünk. Miller kísérleteiben figyelte azt meg, hogy hány olyan információ egység van, amit képes befogadni a fejünk.
ha annál több jön, akkor mint a pingponglabda pattan ki, hogy nekem ez most itt megtelt, köszönöm szépen. Jó, és ez egy ilyen szabály állítodott erre ki, ez a 7 plusz mínusz 2-es szabály. Hát ez azt jelenti, hogy ennyi információ egységet lehet átadni. Mitől függ, hogy ez most 9, vagy 7, vagy csak 5, vagy csak 1? Hát, hogy mennyire érdekli a másikat, mennyire figyelmes hallgatósággal állok szembe. Például egy óriás plakáton, ha egy információnál több van rajta, akkor már az egész kuka, mert hogy ott a figyelmetlen befogadóhoz szeretnénk egy üzenetet valahogy becsempészni, igaz? De amikor egy ilyen előadás van, akkor nyilván többet lehet, mert ott érdeklődőkkel találkozom. Tehát, hogy mennyire fontos a másik számára a téma, és mennyire érdekli. Jó, és hát nyilván ezekkel a kiugró jelekkel próbálunk még a figyelmet felkelteni, és maradandóak maradni. Itt a legkreatívabb ötleteket találhatjuk a reklámokban, én ebben most nem futok bele. Nem tudom, ez látszik-e, hát interjún ezzel ne, tehát egy ilyen színes parókával ne próbáljunk meg emlékezetesek maradni. Jó, a következő az az én üzenet, ugye, hogy milyen üzenetet küldök magamról. Hát ha, hogy ez mennyire fontos a kommunikációban, ha visszakérdezném önöket, hogy elmesélnék nekem, hogy az előző fél évben az utolsó előadás miről szólt? Hát ami inkább eszünkbe jut, az az, hogy ki tartotta, és mit gondoltunk róla, igaz? Hát én legalábbis sokszor ezt tapasztalom. Tehát az, hogy a másik milyen ember, azzal nagyon hamar elkezdünk foglalkozni. Ha hiszünk neki, ha kialakul a bizalom, akkor szívjuk a szavait. Ha kételkedünk, vagy kevésbé érzünk szimpátiát, vagy nem fogadjuk el hiteles forrásnak, akkor még akár meg is fordítjuk azt a tartalmat, amit tőle kapunk. Jó, tehát ez elég fontos, úgyhogy érdemes azzal foglalkozni, hogy milyen képet alakítunk ki magunkról, hogyan alakíthatunk ki bizalmat a másikban felénk. Na hát, ennek kapcsán egy kicsit a másik oldalról indítsuk. Első benyomás. Hogyan alakul ki? Az első benyomást mindenki ismeri, igaz? Az első benyomás szerepét. Mi történik az első pár percben, amikor új emberrel találkozunk? Szemkontaktus. Egy szemkontaktus, hát üzleti szférában biztos, hogy kezet fogunk, és leülünk a tárgyalóasztalhoz. Jó? Tehát ez az első pár perc. És azt mondják, hogy ezzel az első pár perc alatt kialakul egy kép a másikról. Húha! Akkor állásinterjúra nem is érdemes készülni, mert az első három percre készüljünk, a másik fél óra az már kevésbé fontos. Hát én azért nem sarkítanám ennyi ki. Talán inkább azt gondolom, hogy ez olyan, mint egy ajtó. Ha az első benyomáson sikerül egy pozitív képet kialakítani magunkról, akkor jobban oda fognak ránk figyelni. Ha ott elveszítjük ezt az első lehetőséget, azt már nagyon nehezen alakítjuk át. Tehát azt kell tudni az első benyomásról, vagy ezekre a kialakított képről, hogy amit kialakulott kép, tehát egy ilyen szimpátia vagy nem szimpátia, az utána nagyon tartós és nehezen tudjuk változtatni, tehát meg lehet, csak akkor nagyon sokat kell dolgoznunk vele. Jó, ki szokott emlékezni az első találkozás után, ilyen készfogás bemutatkozásnál, hogy hogy hívják a másikat? Ezek szerint mire figyelünk oda az első benyomásnál? Csak a külső jegyekre, hogy néz ki, hogy fog kezet, izzad-e neki, függőleges, visszintes, elég erőse, elég határozott-e, igaz? Tehát alakítjuk az első benyomásunkat róla ez alapján, és hát figyelünk magunkra is, mert tudjuk, hogy ez fontos, tehát magunkkal kapcsolatban is ugyanígy. Ezért fontos az első találkozásnál, hogy na akkor hogy öltözünk föl, mert ugye ezek a külső jegyek is benne vannak. Na hát hasonló hibákat a személyiszerés során még számosat vétünk. Az első probléma az ott szokott lenni, hogy mi az az információ, amiből dolgozunk, amikor valakiről egy ilyen képet próbálunk kialakítani. Ugye akkor tudnánk egy pontos, viszonylag pontos képet kialakítani a másikra, minél több információt gyűjtenénk be róla. Hát erre nem mindig szorítunk kellő időt, vagy kellő energiát, úgyhogy általában részinformációkból dolgozunk. Az első benyomásnál csak a külső jegyeket vesszük figyelembe, például azt, hogy mit mondasz, még nem. Aztán van, amikor egy ilyen domináns tulajdonságot megtudunk valakiről, és akkor gyakorlatilag a köré, a tulajdonság köré kialakítjuk az ő jellemzését.
vagy gyakori hiba például, vagy hiba lehetőség, inkább így mondom, mondjuk vezetőknél, amikor a teljesítményértékelés során átgondolják a kollégákról, mit gondolunk, és kinek milyen véleménye van a munkájáról, hogy az utolsó emlék alapján döntenek erről a kérdésről. Jó, a második hibaforrás, hogy ezeket a beérkező jeleket gyakran átformáljuk a saját elképzelésünkre, vagy gyorsan döntünk, ugye ezen az automatikus úton, amit az előbb láttunk, az automatikus úton születnek ilyenkor a döntések. Jó, ilyenkor gyakran részrehajlóak vagyunk, különösen a széppel, jóval, szakértővel szemben, vagy magunkkal szemben. Például, ha valakinek a cselekedetét kell megítélnünk, valaki késve érkezik mondjuk egy fontos tárgyalásra, akkor hát másokat könnyen ráütjük a bélyeget, hogy ez nem megbízható ember. Pedig hát lehet, hogy külső okok miatt nem tudott időbe jönni, míg ha saját magunk késünk el egy ilyen tárgyalásról, akkor mire szoktunk hivatkozni? Hát ma éppen keresztbe dőlt minden fa a környéken, és minden forgalmi akadály meg közbe jött. Jó, és akkor elkészítjük a szeméről ezt a jellemzést, ami gyakran pontatlan, és hát ezt a kialakított képet nehezen változtatjuk meg. Ha hasonló információk jönnek, akkor azt így pipa, hogyha ellentétes információk jönnek, akkor az megint, mint a pingpong labda pattan ki a rendszerből, és ellenállunk neki. És a probléma az ezzel a kommunikációban, hogy amikor a másikkal beszélek, akkor az, hogy milyen képet alakítottam róla, az benne van a viselkedésemben, hogy hogy viszonyulok hozzá, és akkor ez ugye megint egy ilyen kölcsönhatásba elindítja ezt a történetet. Jó, lehetünk ennél óvatosabbak, és jobban próbálunk pontosabb képet kialakítani, de akkor több energiát kell ráfordítani, több időt, több információt gyűjteni, és a viselkedésükre ható külső tényezőket is jobban figyelembe kell vennünk. Akkor, amikor a viselkedése alapján megpróbáljuk megítélni az ő működését. Jó, a következő dimenzió az a kapcsolati szint. Hát ha én nem tudok valakihez jól kapcsolódni, ha nem alakul ki egy bizalom kettőnk között, vagy egy partneri viszony, akkor hát nagyon nehéz vele egyességre jutni mondjuk egy üzleti tárgyaláson, és egy közös projektet megcsinálni. Ha elakad valamilyen, ez ilyen tűszúrások miatt így összegabajodunk, és a kapcsolatban nem értünk egyet azzal, hogy mi hogy vagyunk egymással, tehát egy ilyen kapcsolati konfliktus kialakul a munkahelyen egy kollégával, hát közöttük nem lesz szó arról, hogy hogyan lehetne előrébb lépni a feladatokba. Tehát addig, amíg nem tisztázzuk a viszonyt egymáshoz képest, addig nem indul el a kommunikáció, úgyhogy ez a fül is nagyon elől van a sorrendben, amikor ezzel foglalkoznunk kell. Jó, hát hogyan zajlik ez a küzdelem? Ha kapcsolattér, ugye az egyik fél valahogy látja, érzi magát egy szituációba. Ugye mindig próbáljuk a másikhoz valahogy viszonyítani magunkat, hogy mi abban az adott szituációban nekünk abban több felelősségünk, hatalmunk van, jobban rálátunk, tehát ilyen fölérendeltség viszonyt érzünk a másikhoz képest, vagy akár felelősséget a másik munkájára, akkor egy ilyen fölérendeltség van. Vagy éppen azt érezzük, hogy kevesebb ráhatásunk van azokra a folyamatokra, kevésbé érezzük felelősnek abban a helyzetben magunkat, akkor egy ilyen alárendelt viszonymannak érzem a viszonyomat a másikhoz. És hát jó esetben, és valódi kommunikáció ott indulhat, amikor egy ilyen egyenrangú kapcsolatot feltételezünk egymás között, vagy egyenrangú kapcsolatot sikerül kialakítanunk egymás között, egy ilyen partneri viszonyt, ahol mindenki vállalja a saját ügyeiért a felelősséget, és nyíltan vállalja a saját elképzelését, és ugyanúgy várja a másiktól is ezeket az inputokat. Tehát ő dönt erről, hogy hogyan látja a viszonyát a másikhoz, a másik pedig erre reagál, vagy elfogadja, vagy nem, vagy ignorálja azt. Ugye ettől függően alakulhat ez a kommunikáció. Jó, egy nagyon jó elméleti háttér, aminek a fogalmait jól használhatjuk ezeknek a kapcsolati problémáknak az értelmezésére, az Eric Berne-nek a tranzakció analízise. Két alapfogalmat szeretnék csak ebből az elméletből ide behúzni. Az egyik ez az én állapotoknak az elnevezése, ami gyakorlatilag arról szól, hogy
a kommunikációnkban megfigyelhetőek ezek a fölé, alá és egyenrangú viszonyhoz kapcsolódó viselkedés mintázatok, amik egyébként nagyon hasonlatosak ahhoz, amit gyerekkorunkban láttunk a szüleinktől, vagy ahogy éreztük magunkat gyerekként, vagy amikor felnőtté váltunk, hát amit egy felnőttől várunk ebben a szerepben. Jó, tehát ez nem azt jelenti, hogy én szülő, felnőtt vagy gyerek vagyok egy adott szituációban, mert ez a relációnk az unokámmal, vagy a lányommal, fiammal, hanem arról szól, hogy én abban a kommunikációban hogy viselkedik, melyik viselkedés mintázatot követem. Tehát nagymamaként az unokámmal is én beszélhetek úgy, mint felnőtt a felnőttel. Vagy leülhetek vele játszani, mint a gyerekként, leülünk a padlóra, és együtt toljuk, találjuk ki kreatívan az újabb és újabb játékokat. Vagy összekacsintunk, és megbeszéljük, hogy hát anya lehet, hogy azt mondta, hogy nem kéne tévét nézni, de mi azért odaülünk egy kicsit, mert ennek nincsen akkora, nem annyira fontos ebbe a szituációba, tehát felülvizsgáljuk ezeket a döntéseket. Jó, ugyanígy egy vezető is egy munkahelyen nem feltétlenül van szülő helyzetben. Nyilván ő a felelős a kollégáinak a munkájáért, de ha leülünk egy problémát, és amikor értékeli mondjuk a kollégáinak a munkáját, akkor egy ilyen szülőszerepben van, vagy amikor feladatokat ad ki, de amikor együtt kell megoldaniuk egy problémát, akkor egy partneri viszonyban kell leülnünk a munkatársainkkal beszélni. Jó, és ugyanúgy lehet ő is gyerek, a kreatív gyerek, a flow állapot is ebbe a gyerekén állapotban van, amikor belemerülünk valamibe, és kreatív, új ötleteket, új gondolatokat próbálunk meg kidolgozni. Hát a mai változó világban ez elkerülhetetlen. Jó, és hát ez az elmélet arról szól, hogy amikor egy konkrét kommunikációs helyzetben vagyunk, akkor én is érzem magamat valahogy, mondjuk interjúztatóként ebben a helyzetben, és a pályázó is érzi valahogy magát ebben a helyzetben. Én szoktam kérni ilyet a pályakezdőimtől, hogy rajzolják le, hogy milyennek érzik egy ilyen állásinterjú helyzetet, hogyan éreznék ők magukat. Hát nagyon sokszor arról számolnak be, hogy ott a felvételi bizottság a nagy asztal mögött a kényelmes fotelben, én meg a kis háromszögű széken itt próbálok megfelelni ebbe a helyzetbe. Alapvetően pedig szerintem egy állásinterjú nem erről szól, mert ugye arról szól, hogy az interjúztató keresi azt az megfelelő szakembert, aki egy feladatkört el akar látni, a pályázó megkeresi azt a munkahelyet, ahol jól érezni magát, ki tudja bontakoztatni a saját elképzeléseit. De hát különbözőek vagyunk, hogy egy adott helyzetben éppen hogyan érezzük magunkat, az nagyon sok mindent meghatározza. Hogyha például megkérdezik egy pályakezdőt, hogy van-e szakmai gyakorlata, ezt egy kicsit ilyen magaslóról érzem, mert hogy be vagyunk szorítva a sarokba, amikor azt mondjuk, hogy nincsen. Egy felnőtt válasz lehet erre a kérdésre, hogy hát szakmai tapasztalatom nincs, mert hát iskolába jártam, és ez a kettő nem egyeztethető össze, de rengeteg kompetenciát gyűjtöttem, készséget, tudást, ismeret, ami fontos lehet ebbe a munkakörbe. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon felnőtt válasz. Hát lehet ezt azért a magaslóról is megválaszolni, hogy nem, már vannak vezetői tapasztalataim is, ez olyan kemény visszavágásnak érezzük. Jó, de az interjúztató is kérdezhet felnőttként, amikor azt teszi föl, hogy milyen képességei, tudása van ahhoz, ami ehhez a munkakörhöz fontos. Azt gondolom, hogy itt kezeljük felnőttként a pályázót. Jó, de vannak olyan interjúztatók, akik meg szintén nincsenek a helyzet magaslatán, és nem célirányosan kérdeznek, ez a mesélj magadról, ez például egy ilyen könnyedebb kérdés. Jó, de hát másképp érezhetjük magunkat, meg másképp értelmezhetjük azt, hogy a másik milyen állapotban érzi magát, vagy hogyan viszonyul hozzánk. Az a kérdés, ami nekünk most itt izgalmas lehet, hogy oké, ezzel a tudással vajon alakítható-e, hogyan alakíthatjuk a kapcsolatainkat. Ugye az üzleti szférában azt mondtuk, hogy jó lenne egy ilyen partneri viszonyt kialakítani, ahol az érdekeinket tudjuk egymással egyeztetni. Erre egyébként van egy nagyon erős törekvés, tehát látszik, hogy a cégek már a vevőikkel is próbálnak egy ilyen nagyon komoly partneri viszonyt kialakítani. Ahhoz, hogy azokat az egyre komplikáltabb, összetettebb szolgáltatásokat, termékeket, amikkel találkozunk ma a mindennapjainkban, hogy ezeket létrehozzák, ahhoz is rengeteg ilyen partneri együttműködésre van szüksége a vállalati szereplőknek is.
De hát azt is látjuk közben, hogy azért az üzleti élet mégiscsak egy farkas törvényekkel működő történet, ahol van, aki erősebb, jobb pénzügyi háttérre rendelkezik, jobb piaci pozícióban van, jobb helyzetben, és ezekkel a hatalmi pozíciókkal lehet élni, és hát nagyon erősen versengővé teszi a szereplőket. Vajon át tudjuk ezt formálni, hogyan tudjuk ezt alakítani? Hát ha ezt a kommunikáció nyelvére fordítjuk át, akkor van erre egy ilyen nagyon jó jelző, hogy azok, akik ilyen, tehát így van egy ilyen átlóba, ugye valaki egy ilyen felsőbbrendű pozícióból próbál kommunikálni, ezt hívjuk ezt az agresszív kommunikációnál, ahol kontrollálni próbáljuk a másikat. Ugye ennek a párja, ha sikerül ezt behívnom, a passzív, aki feladja a saját érdekeit és igazodik a másiknak a gondolataihoz. Tulajdonképpen itt is kialakul egyébként egy kommunikáció, tehát ha én elfogadom ezt a viszonyrendszert, akkor itt is működhet az ő kapcsolatuk ebbe a rendszerbe. Van egy olyan kényelem ebbe a dologba, hogy nem én vállalom a felelősséget, hanem a másik partner, tehát ezt el lehet fogadni, tehát itt az átlóba is kialakulhat egy kommunikáció, de nyilván érezzük, hogy ez a felnőtt-felnőtt partneri kommunikáció, amit az előző én állapotból megértettünk, hogy mi a tartalmi különbség, az ennél egy minőséggel valódibb, igazibb kommunikációt lehetősége tesz lehetővé. Ezt hívjuk asszertív kommunikációnak, ami arról szól, hogy a saját érdekeimet is bátran vállalok és kiállok érte, illetve a másiknak az érdekei is nyitott vagyok, értő figyelemmel próbálom meghallgatni azt, hogy a másiknak mi az, ami fontos, és ebből próbálunk egy közös nevezőre lépni. Egy kreatív, magasabb szintű probléma megoldás, együttműködés, valódi kommunikáció ebbe a síkba jöhet létre valójában. Jó, hát erre próbáljunk törekedni nyilvánvalóan. Jó, és akkor az utolsó dimenziónk jön, szeretnénk elérni valamit. Ugye különböző célunk lehet a kommunikációval, itt most két példát néztünk, vagy igazából lehet, hogy ezt az állásinterjút vinném tovább, mert abból jött a legtöbb példa, amit itt elhangzott az előadáson. Tehát például egy állásinterjút különböző célra futatunk neki, szeretnénk csak bemutatkozni, vagy jó benyomást kelteni. Első interjú még lehet, hogy csak próbálgatom magamat, hogy jobban szerepeljek. Ha már megtaláltam az állomásomat, akkor azt szeretném, hogy ez az legyen, tehát ott engem válasszanak. Ahol bizonytalan vagyok még, hogy ki a partnerem, ott inkább keresgélem azt, hogy hogy ez a megfelelő állás az én számomra, vagy nem. Hogyan lehet sikeres a kommunikáció, és hát itt kerekítjük le az előadást, hogy hogyan használható ez a négy fő modell ahhoz, hogy elérjük a célunkat. Jó, itt akkor tovább lépek. Egy állásinterjúra való felkészülésnél például úgy lehet a segítségünkre, hogy rákényszerít minket arra, hogy mind a négy fülön gondoljuk ki azt, hogy milyen üzeneteket akarunk küldeni, és úgy készüljünk fel arra az interjúra, hogy mind a négy dimenzióba tudatosan küldjünk információkat, és ne a véletlenre bízzuk azt, hogy milyen üzeneteket vesznek ki belőlünk. Hát első lépésként tehát azt gondolom, hogy azt kell átgondolni, hogy mi az én kommunikációmnak a célja. Itt nyilvánvalóan érdemes átgondolni ezt, hogy nekem milyen elvárásaim vannak egy munkahelyjel, én milyen szempontok szerint döntök, mi az, ami nekem fontos, milyen hosszabb távú karrier céljaim vannak, és ahhoz képest az az álláskiírás, amit éppen megpályázok, az hogyan illeszkedik ebbe a karrierbe. És akkor ott a konkrét interjú, tehát a kommunikációs helyzet, amire készülök, abban az adott helyzetben fogalmazom meg, hogy én mit várok. Azt szeretném, hogy megmutassam, hogy miben vagyok jó, és megtaláljam a nekem való munkáját. Azt gondolom, hogy ha ezt a célkitűzést így fogalmazom meg, akkor azért ebben már van egy ilyen partneri viszony feltételezése, jó? Tehát, hogy én szeretném megmutatni, hogy én miben vagyok jó, de arra is kíváncsi vagyok, hogy mit tud nyújtani a munkája, hogy ez így összepasszol-e, és jó lesz-e nekem, vagy nem. Jó, a második lépésben azt gondolom, hogy arról érdemes gondolkozni, hogy oké, az a partner, aki velem szembe ül, jelen esetben az interjúztató, neki mi lesz a fontos? Ő mit vár ettől a
kommunikációs helyzettől, hogy neki mi a célja. Hát az interjúztatónak az a célja alapvetően, hogy felmérje, hogy én mire milyen feladatra lennék alkalmas, megbízható munkavállaló lennék-e, jó lenne velem együtt dolgozni, igaz? És hát ehhez vannak nagyon gyakran előforduló kérdések, interjú kérdések, ezekre egyébként rá lehet keresni, nagyon sok helyen lehet gyűjteni. Milyen kérdések várhatók egy interjúk? Én azt gondolom, hogy érdemes átgondolni így a másik oldalról is, hogy ő mit fog kérdezni, és mit vár, vagy mit szeretne megtudni ezekkel a kérdésekkel, tehát pontosan megértsem a kérdéseknek a hátterét. Jó, aztán a harmadik lépésben azt gondolom, hogy érdemes áttérni arra, hogy én magamról mit szeretnék elmondani. Egy állásinterjún azt gondolom, hogy akkor lehet sikeres, vagy én akkor tekinteném sikeresnek, hogyha az interjú végén, amikor felállok, akkor az én lapomra az interjúztató felírja rólam azokat a tulajdonságokat, jellemzőket, tudásokat, amiket én fontosnak tartok, amiket használhatnék, tudnék ebben a munkakörben. No, tehát nézzem meg, először is el kell dönteni, hogy mi az én legfontosabb munkai jellemzőm, ami miatt velem érdemes együtt dolgozni. Miért engem kell választani, és nem az összes többi pályázót, aki ért el egyébként kint sorba. Elég hosszú szokott lenni a sor. Tehát valahol meg kell találni, hogy miért épp velem. Tehát meg kell találni, hogy mik ezek a legfontosabb jellemzőim. Ez ugye tudás lehet, képesség, tapasztalat, bármilyen használható jellemző. És hát én ide írtam, hogy a három legfontosabb jellemző. Miért? Emlékeznek-e arra a Miller szabályra, hogy hány információ megy át? Mi az, amit be tudnak fogadni? Ugye ez a 7 plusz minusz 2-es szabály volt. Hát én azért húztam háromra, mert hogy hát egyre rövidebbek szoktak lenni ezek az állásinterjúk. És ugye azt mondtuk, hogy a másik fontos, hogy akkor kerül be a memóriába, én sokszor elismétlem ezt a jellemzőmet, tehát hogy azt gondolom, hogy a három, ez egy reális célkitűzés, hogy három ilyen fontos jellemzőt én átadjak magamról, mert hogy utána az lesz a feladatom, hogy ezt ugye többször, többféleképpen elmondjam, mert akkor fogják megjegyezni rólam. Jó, és hát az a másik, hogy ugye nagyon sokszor tapasztalat az interjúztató teszi fel a kérdéseket, és a másik oldalon kap ilyen rövid, egymondatos válaszokat. Hát abból nem nagyon tud építkezni. Ugye azt mondjuk, a személyi jellemzésnél minél több információból építkezünk, annál pontosabb képet tudunk kialakítani. Tehát adjunk elegendő információt a másiknak magunkról, hogy tudjon rólunk egy pontos képet készíteni. De ugyanakkor nem az a lényeg, hogy csak úgy meséljünk össze-vissza, szanaszét, hanem egy fókuszt ad a beszélgetés. Ezt sokszor szokták mondani a diákok, hogy hát egy interjún rólam lesz szó. Ki az, aki többet tud rólam, mint bárki más? Hát én tudok a legtöbbet magamról, arra nem kell készülni. Igen, és kell készülni, mert azt kell átgondolni, hogy mi az, amit én igazából el akarok mondani magamról, és akkor ez ad egy fókuszt arra, hogy én figyelek, hogy ő mindenfélét fog kérdezni, de én ezt a három tulajdonságomat egészen biztos, hogy el fogom mondani, vagy ezt a három jellemzőmet, mert azt gondolom, hogy emiatt érdemes velem együtt dolgozni. És hát a legutolsó fül az az információs fül, mert hogy azt gondolom, hogy akkor érdemes elkezdeni azon gondolkozni, és venni a fehér papírt, hogy mit, hogy mondok, és megfogalmazni akár kész válaszokat, mondatokat, amikor már másik előző három lépésen túl vagyok. Mert akkor ez mindig segít abban, hogy leszűkítsem a mondandómat arra, és arra fókuszáljak, amit el szeretnék, ami igazán azokat az információkat tegyen bele, ami igazán szolgálja az én célomat, az elképzelésemet. Hát például egy állásinterjún óriási fontos szabály, hogy egyes szám első szemébe mondjuk. Nem csak úgy általában kell felvenni azokat az embereket, akik precízek, vagy jól tudnak együtt dolgozni csapatban másokkal, hanem én. Nagyon jól tudok együtt dolgozni másokkal, ezért érdemes velem együtt dolgozni. Ugye egészen más a súly ennek a dolognak. Érdemes mivel készülni? Nagyon sok saját történettel, ami alátámasztja azt, hogy én valóban együtt dolgozok, vagy valóban jól tudok együtt csapatban dolgozni. És ide egy pályakezdő, ugye lehet, hogy nem tud annyi munkatapasztalatot behozni, de elmesélheti, hogy ő kosárlabdázik. Évek óta nagyon sok élménye, tapasztalata van abból, hogy hogyan lehet másokkal együtt dolgozni, és hogy ez a közös, az mennyivel több tud lenni, mintha egyedül kezdünk el valamit csinálni a kosárlabda pályán. Iskolai feladatokból,
munkatapasztalatokból, ha nem is szakmai, vagy nem is releváns, hanem csak másfajta munkaélmény, azokból is lehet építkezni. Személyes gondolatokat, érveket. Tehát az a kérdés, az interjúztató azt szeretné megtudni, hogy mi hogy gondolkodunk, hogy vélekedünk a világról, a feladatokról, egy cég előtt lévő feladatokról, ezekről a véleményekről, tervekről, saját karriertervekről érdemes egyes szám első szemébe megint határozott gondolatokat mondani. Elmesélni a döntéseimet, miért erre az egyetemre jöttem, miért nem valami más szakterületet választottam, hogy jutottam el ehhez a döntéshez. Nyilván ezek mind nagyon sok lehetőséget adnak arra, hogy minél jobban megértessük, megismertessük magunkat, és innentől kezdve sokkal relevánsabb kérdéseket fogunk kapni a másik oldalon, mert adtunk hozzá muníciót, és akkor még a keretezési technika, amit elmondtam, a negatívokat is el lehet mondani, hogyha azt a megfelelő keretbe rakjuk, amire már mondtam példát. Hát azt gondolom, hogy így érdemes fölkészülni, hogy mind a négy dimenzióval foglalkozunk, és alapvetően nem csak egy állásinterjúra, hanem bármilyen más kommunikációs helyzetre, ami fontos a számunkra, ahol van valami célunk, ahol fontos a kapcsolat, a kapcsolatnak a minősége, ott is igaz az, hogy mind a négy dimenzióra figyelnünk kell, nem egyenlő a kommunikáció az információ átadással, hanem annál sokkal több, és ezt tudatosabb szintre érdemes emelni, és ezzel foglalkozni. Köszönöm szépen a figyelmüket! Köszönöm.